Ez az úgynevezett Da Vinci XI berendezés. A gép egy ultramodern sebészeti robot, ami a Pécsi Klinikai Központ sebészeti osztályán kapott helyet. Egy több mint 3,8 milliárd forint értékű pályázatnak köszönhetően került a Baranyai megye székhelyre az eszköz, az egyetemet fenntartó Universitas Quinque Ecclesiensis alapítvány koordinálásában. A modellátás kapcsán jöttek létre az alapítványok, és abban a modellváltási költségvetésbe a 4 orvosképző helyen bekerült a robotsebészet megteremtése. Tehát az a forrás, amivel mi ezt meg tudtuk valósítani, az a modellváltásból kifolyólag áll rendelkezésre. A berendezés a sebészeten túl a nőgyógyászat, az urológia és a tervek szerint a fülorgégészet, valamint a szívsebészet területén is használható. Természetesen a műszer kezelését is meg kell tanulni, hiszen nem a gép végzi a munkát. A rendszert úgy kell elképzelni, hogy az operáló orvos, aki különben a műtétet végzi, tehát nem a robot végzi a műtétet, az egy kényelmes konzolba ülve, belenézve egy kamerán keresztül a beteg hasába, három dimenzióba és egy nagy nagyítás mellett látja a műtéti területet, ahol olyan eszközökkel tud dolgozni, amelyek 7 szabadsági fokkal rendelkeznek, és az emberi csuklót meghazudtoló mozgástartományokat tudnak. A klinikai központ egyik régi vágya valósult meg ezzel a beruházással. Az országban egyedülálló sebészeti robotról van szó, aminek előnye az is, hogy a betegek jóval hamarabb felépülhetnek egy-egy beavatkozás után, és kisebb a műtéti seb is.